van, milyen probléma van a vagykonszulnak. Üdvözlök mindenkit, nem tudom, hogy így hallotok-e, vagy mindenképpen hangosítást használjunk. Szerintem elég át szokta vinni a falat is a hangok, szokták mondani. Sipos Sándor vagyok, a Momentum Debreceni szervezetének alapító tagja. 37 éves vagyok, és egészen másfél hónappal ezelőttig úgy voltam a politikával, mint többségünk, vagy mondhatnám többségetek ebben az országban. Elolvastam a híreket, próbáltam szétválogatni, szétszálazni a propagandát a tényekről. Bosszankodtam, kétségbe estem, vagy szomorkodtam aktuális idegállapotom függvényében. És azon gondolkodtam, hogy milyen országban fog felnőni a 7 éves kislányom. Egészen másfél hónappal ezelőttig a legnagyobb politikai aktivitás az volt az életemben, amikor a barátaimmal összejöttünk, és megvárva, míg a gyerekek lefeküdtek, hogy ők ne hallják. Hüledeztünk együtt egy újabb értelmetlen gigaberuházás, egy 150 évvel ezelőtt is maradinak számító oktatási reform, egy újabb kormányközeli havernak leosztott milliárdos megbízatás, egy újabb Magyarország sikerét zengő ordas hazugság, elferdített félrevezető statisztika kapcsán. Fotel forradalmár voltam, ahogy a mai népnyelv mondaná. Aztán másfél hónappal ezelőtt beléptem a Momentumba. Volt persze előzménye a döntésemnek. A Nolimpia kampány kapcsán a Momentum megmutatta, hogy szervezett és cselekvőképes, talán az egyetlen szervezett és cselekvőképes ellenzéki erő jelenleg ebben az országban. A kitűzött cél akkor nyilván egyszerűbb volt, mint egy országot elkormányozni. Mégis az a lendület, amivel januárban még 200 lelkes fiatalember számláló mozgalom mindössze 2 hónap alatt 1900 aktivistát mozgósítva 266 000 aláírás gyűjtött össze Budapesten. Na ez a lendület, ez megragadta a figyelmet. Ezután jött a Momentum országjárása, és biztosan sokan vagytok ti is itt a teremben, akik akkor március 15-én itt ültetek a kosárban. És sok-sok éve először ismeretlenek nyíltan beszélgettek egymással a politikáról. Nyíltan, kendőzettenül beszélgettek egymással a közállapotainkról, a mindennapi életünkkel befolyásoló, de jelenleg tőlünk teljesen függetlenül meghozott döntésekről. Ültünk egy asztalnál és beszélgettünk. 30 éves fiatal kutatók ültek itt, akik nem tudnak családot alapítani, de egyszerűen nincsen miből elkezdeni az életet. Családapák, akik elkeseredetten keresik, hogy hova irassák a gyermeküket iskolába, mert a régmúlt elavult standardjai szerint egységesített oktatási rendszerben igazából nincsen választásuk, teljesen mindegy, hogy hova viszik a gyerek. Egészségügyi dolgozók is voltak itt, akiket már tényleg csak a lelkiismeretük tart a szakmában, vagy akár ebben az országban. Tanárok is voltak, akik értelmetlen központosítás által húsba kötötten próbáltak kreativitást vinni, vagy próbálnak kreativitást vinni az oktatásba. Létminimum környékén élő dolgozók, akiket a kormány úgy szüntetett meg szegénynek lenni, hogy eltörölte a szegénységi minimumnak a mérését. Tehát ez ugye egy jó módszer erre. Vállalkozók is voltak itt, akik tudják, hogy az egymásnak ellentmondó, túl bürokratizált szabályok között vagy jó szerencsével, vagy jó kapcsolatokkal elborulni. Ültünk itt ezeknél az asztaloknál, és olyan nagyon fontos témákról kezdtünk el beszélgetni, amikről már régen el kellett volna kezdeni beszélgetni egymással. Na ekkor, ebben a pillanatban döntöttem úgy, hogy csatlakozom ahhoz a politikai mozgalomhoz, ami lehetővé tette ezt a párbeszédet. Majd áttörve a hallgatás és a félelem falait, elhitette velem, hogy érdemes beszélnem és érdemes cselekednem ebben az országban. Csatlakoztam ahhoz a most már politikai párthoz, aminek az értékrendjéről és a politikai elképzeléseiről be kell, hogy akkor még nagyon keveset tudtam. Mégis éreztem, hogy jó helyen vagyok, és hogy jó úton járok. Amit biztosan tudtam akkor, hogy az alapítók fiatalok, lelkesek, és tiszta lappal indulnak. Önként teszik bele a saját idejüket munka és tanulás mellett a Momentum felépítésében. Egyértelmű volt számomra, hogy a céljaik tiszták. Azt is világosan láttam,
hogy olyan szervezetépítési készségről, gyorsaságról és profizmusról tesznek tanúbizonyságot, amit szervezetfejlesztési tanácsadóként, megmondom őszintén, az üzleti életben még nem nagyon láttam. Az országról alkotott jövőképükkel megismerkedve pedig megnyugodhattam. A Momentum politikája gyakorlatias, szélsőségektől mentes, az emberi szabadságot tiszteletben tartó, a túlzott politikai korrektség helyett az értelmes párbeszédet támogató, modern és előremutató. A mai nap egy lehetőség mindannyiótok számára. Egy lehetőség arra, hogy közelebbről megismerjétek a Momentum tagjait és elképzeléseit helyben és országos szinten egyaránt. Egy lehetőség arra, hogy meghallgassátok terveinket, elképzeléseinket, feltegyétek kérdéseitek, és megosszátok velünk javaslataitokat. Egy lehetőség, hogy bekapcsolódjatok ebbe a párbeszédbe. A mai nap egy lehetőség mindannyiótok számára, hogy döntést hozzatok. A saját, a családotok, a városotok és az országotokat érintő kérdésekben, illetve az jövőjét illetően. Örülünk, hogy eljöttetek, örülünk, hogy éltek ezzel a lehetőséggel. Most elmondanám, hogy mit fog kinézni ez a mostani rendezvényünk, ami alapvetően két részből áll. Az első részben beszélgetni fogunk, egy kerekasztal beszélgetést hallgathatok majd végig. Ugye bemutatom is ennek a szereplőit, mert nagyon izgalmas lesz ez a beszélgetés. A Momentum országos politikájáról, elképzeléseiről, illetve a helyi alapszervezet megalakulásáról, állásáról, hova lehet majd bekapcsolódni, kinek milyen munkába lehet majd bekapcsolódni, erről fog szólni ez a beszélgetés. Amint ennek a beszélgetésnek vége, ennek a rendezvénynek a második fele pedig arról fog szólni, hogy szeretnénk, hogyha ti is beszélnétek, ti is hozzászólnátok, és ti is elmondanátok azt, hogy mit láttok most Debrecenben, mit láttok a személyes életetekben magatok körül, milyen problémákkal találkoztok, és ha vannak megoldási javaslataitok, azokra is nagyon nyitottak leszünk. Különböző témákat hoztunk, és különböző tematikus asztalokat fogunk nyitni, lehet többhöz is csatlakozni, lehet szabadon beszélgetni, hiszen mondtam, hogy ez a Momentumnak egy nagyon fontos vívmánya és érdeme, hogy beszélgetünk a politikáról. Úgyhogy erről fog szólni ez a mai nap, köszönöm szépen előre a figyelmeteket. Szeretném bemutatni a résztvevőinket. Itt van közöttünk, hát sorrendben mutatom, Kis Andrea, aki a Debreceni alapszervezetnek, a Momentum Debreceni alapszervezetének az elnöke. Szia Andrea! Sziasztok! Sokrani Tamás, a Momentum alelnöke. És Cseh Katalin, a Momentum egészségügyi munkacsoportjának, szakpolitikai munkacsoportjának helyettes vezetője, ugye jól mondtam a pozícióra. Úgyhogy egészségügyről is fogunk beszélgetni, de ők helyettes fogalmak. Szerintem használjuk ezt a mikrofon, de nem biztos, hogy végig ezt a hangerőt itt fogjuk tudni tartani. Oké, így van valamennyi hangosítás, köszönöm. No, szerintem vágjunk is bele. Tamás, rögtön hozzáfordulok, és először is arra kérnélek, hogy mesélj már nekünk arról, hogy hol tart most a Momentum növekedése, mert hogy elég keveset hallani mostanában itt rólunk, a Momentumról, a május 1-i 10 000-eket megmozgató, több mint 10 000 embert megmozgató tüntetés óta. Én úgy tudom, hogy elég nagy energia mozognak a háttérben. Tudnál erről egy kicsit mesélni nekünk? Igen, hogyne, köszönöm a kérdést. Vannak olyan akciók, vannak olyan cselekvések, amelyek rendkívül látványosak, és megjelennek a médiában. Ilyen az, hogyha egy, nem tudom, valaki odaláncolja magát valamihez például. Mi ilyeneket ugye kevésbé vagyunk végre az utóbbi időben, remélem, hogy még a láncolásra nem is lesz szó később sem. De inkább eljött a háttérben dolgoztunk. Azon dolgozunk ugyanis, amit szerintem a legtöbb kisebb startupként induló, vagy ugyanisre az elmúlt években induló ellenzéki párt nem végzett el. Ez pedig az az apró munka, ami marha nehéz, ami néha kinkeserves, de meg kell csinálni. Meg kell csinálni nem csak 2018 miatt, hanem 2022 miatt, és így tovább. Ez pedig az én klasszikus értelemben vett szervezetépítés. Az a szerencsénk, hogy nem csak ilyen Debrecen méretű településekre jutunk el, hanem már jóval kisebbekből is vannak meghívásaink egyfolytában. Nem csak közepes méretű városokról van itt szó, mint akár Dunakeszi, vagy Eger,
hanem egészen kisebb települések, így mondjuk Dusnokot tudnám említeni, vagy van még egy pár ilyen. És nem csak a határaikon innen jártuk a magyar lakótelepüléseket, hanem azt is nagyon fontosnak tartottuk, hogy ellátogassunk a külhoni magyarokhoz, legyen szó itt emigráns magyarokról, mondjuk Londonban, vagy Brüsszelben, pont itt az egyik, a londoni alapfelületünk egyik osztopos tagja, vagy éppen határon túl, akik akaratokon kívül ragadtak ott. Így magam is voltam mind a Vajdaságban, mint Szabadkán, mind a Felvidéken, voltunk Erdélyben, és az a helyzet, hogy az egy ilyen tévedés ám, hogy ott mindenki fideszes. Tehát mondjuk a kolozsvári értelmiségnek messze nem 100%-a az, aki a Fidesz kormány támogatná. Úgyhogy alapvetően ez a legjobb munkánk most, erre fordítunk a legtöbb figyelmet, és ennek van eredménye is. Sorra alakulnak az alapszervezeteink, már közel 100-nál járunk a legutóbbi adatok alapján. Most 1000 embert vettünk eddig fel, további 1000-nek a felvétele van nagyjából folyamatban, hogy ezt úgy nagyjából lássuk, hogy mit jelent ez a magyar politikában. Ezzel, ha jól emlékszem, akkor a 5. legnagyobb párt vagyunk most már az LMP-t is megelőzve egyébként a jövőbeli taglétszámot tekintve. Úgyhogy azt látjuk, hogy minden van nagyon lelkesedés ebben a tekintetben. Nagyon szívesen, nagyon sokan csatlakoznak hozzánk. Tényleg olyan, hogy még korábban nem. Meg kell mondjam, egyébként nagyon inspiratív volt számomra a felvezető. Azt hiszem, hogy ez a munkánk tulajdonképpen. Hogy ilyen embereket vonjunk be egy igazán jó értelemben vett európai politizálást folytató momentumban. Köszönöm szépen, Tamás, meg a visszajelzést is. Andi, hozzád fordulok, mert hogy a Debrecen alapszervezet az ugye másfél hónappal ezelőtt megalakult, ezt így konkrétan mi neketten ott voltunk az alakuláskor. Mesélj már nekünk egy kicsit arról, hogy hol tartunk most Debrecenben. Köszi a kérdést. Igen, valóban másfél hónapja alakult meg a Debreceni alapszervezet, és ezzel együtt most arra már 30-nál is több tagunk van, ami szerintem egy elég jó tendencia, azt mondanám. Lehet hallani az adatokból, hogy nagyon sokan interjúznak nálunk, és nagyon sokan várnak még a felvételre, mindenki sorra fog kerülni, ezt ígérhetjük. Egyébként pedig elkezdtük a működés Debrecenben is más szinteken, nem csak az interjúk szintjén. Igyekszünk valami jót csinálni a városért. Ezt több ponton, több szinten is megnyilvánul. Egyrészt igyekszünk felejteni a problémákat, hogy milyen gondokkal kell megküzdenek Debrecenben. Ennek ti is részesei lehetnek hamarosan a rendezvény második pontján, ahogy Sanyi ezt el is mondta. Másrészt pedig már elkezdtünk cselekedni is aktívan, igyekeztünk a vérünket áldozva hazánkért jót tenni, és vérvételen voltunk a momentum tagjaival együtt. A később évben pedig hulladékgyűjtést és újabb vérvételeket tervezünk egy előre, utána pedig a problémák megismerésével remélhetőleg még több dolgot tudunk tenni. Emellett egyébként jelen leszünk a Campus Fesztiválon, remélhetőleg sok mindenkihez tudunk bejutni, és később rendezvények is terve vannak már most. Röviden. Oké, köszönöm szépen így első körben. Lesz lehetőség egyébként hamarosan kérdések feltételére is minden témánál, amit itt előhozunk, mert hogy elég sok témával készültünk mára, majd igyekszünk azért az időkeretekre is figyelni. És ezek a témák alapvetően a Momentum szakpolitikai elképzelései köré szerveződnek, mert hogy ugye tudjuk, Tamás, hogy készülőben van a program, tegnap pont az egyik hírtévében voltál talán, és ott kaptál kérdést, és ott jelezted ezt már ugye több egyére a hozzád irányuló kérdésekre, hogy igen, készülőben van a Momentumnak a programja, október 15-ére van ez meghirdetve, ezt még Fekete Győr András a május 1-i tüntetésen jelentette be. És nyilván addig még sok idő van, október 15-éig, de azért a főbb irányok már kezdenek körvonalazódni, én úgy tudom, és mi úgy tudjuk ide benne a Momentumon belül, de hogy a közönség azért jött ide, hogy ők is halljanak ezekről a fő irányokról, úgyhogy erről foglak most hamarosan kérdezni téged. De hogy lehet, hogy van, aki esetleg sietne, és mondjuk 2 perc múlva indulna a busza, és csak ennyit tud már maradni, mert eleve késve kezdődött a rendezvény. Hogyha 2 percet lenne, Tamás, és ennyiben kéne összefoglalnod, hogy is néz ki a Momentum politikai elképzelése, mik a főbb pontok, főbb irányvonalak, akkor ezt hogy tennéd meg? Most egy jó kis nehéz helyzetbe hoztalak téged, látom. Igen, szerintem ilyen röviden inkább azt lehet elmondani, hogy mit mentén alakítjuk ezt ki. És fordítsuk egy picit meg, mi az, ami hiányzik ebből az országból, tegyük fel ezeket a kérdéseket. Ami szerintünk van, és nem hiányzik, az mondjuk az a móricz rokonoki kultúra nagyjából mindenhol. Ez a nepotizmus, az, hogy urambátyám viszonyok, az egyik pont. Aztán áttérek majd, hogy megfordulok, hogy mit jelent ez, mi van a tudásunkban. Ami szintén van,
az a szolidaritás hiánya, ez elég furán hangzik így, de igen, de az, hogy, hogy rohadtul nem érdekli az államot, hogy hogy van a kisember. Beszéltek már ugye keményen dolgozó kisemberről, Rogán Antal 16 és félszer is mizelt el ezt egy műsorban, de attól még nem igazán törődnek ezzel. És a kisember alatt értem a munkavállalót, értem a magamfajta mikrovállalkozókat, kisvállalkozókat is, igazából senki mással nem törődnek. Főleg a kisebbségekkel teszem hozzá. A harmadik pedig, hogy mi van, az egy végtelenül romlott nemzet tudat, vagy nemzetkép. Ez a három van, és ezek helyett szeretnénk mi kínálni három dolgot. Ezek helyett szeretnénk mi kínálni a teljesítményelvűséget, amelyre felhúztuk a programunkat, ezek helyett szeretnénk egy szolidáris államot kínálni, és ezek helyett szeretnénk kínálni egy pozitív nemzetképet. Ezek persze értelmezendők nyilván. A szolidaritás tekintetében különösen fontos az, hogy ez pont elhangzott el, csak azért teszem be ez a példa, de hogy van egy elképzelt, tökéletes családmodell a kormány szemében. Ugye ez a anyuka, apuka és x gyerek, három ugye a minimum, tehát három az, aki az ember már a csokot is megfelelő ütemben tudja igénybe venni. És nem tudom, hogy tudjátok-e, de például 72 ezer egyedülálló apa neveli a gyerekét ebben az országban. 72 ezer és csak egyedülálló apák, akik nyilván sokkal kevesebben vannak, mint egyedülálló anyák. És rengeteg olyan ember van, nagy szülők, akik nevelik mondjuk az unokáikat. Rengeteg olyan atipikus család van, amivel szemben nem szolidáris a kormány, ugye. Ugye ez a fajta szolidáris, ez csak egy terület, ahol megjelenik. A teljes törvényelvűség szintén megjelenik a piacon, megjelenik abban, hogy nem az érdekli a kormányt, hogy ki milyen tehetséges, mondjuk egy állami támogatás során, nem az kapja meg a bérletet mondjuk a főutcán, aki tehetséges. Erről elég sok debreceni példát tudnánk azt hiszem, hogy mondani, a Debrecenben ez eléggé jelenlévő probléma. Valószínűleg erről sokat tudok, igen. A harmadik pedig a nemzetkép, ezért én sokat kaptam, hogy nácik vagyunk, meg fasiszták, hogy megint beszélni egy pozitív nemzetképről, úgyhogy ezt is fontos tisztázni. Igazából ez két dolgot jelent, szerintem. Az egyik az, amit nálam sokkal szebben fogalmazott meg a 20. század elején egy szegedi rabbi egyébként, Lőri Mánuel, aki azt mondta, hogy nem a szívnek vére, hanem a szívnek verése az, ami számít. És mi úgy tekintjük a nemzetre, mint egy családra. És nekem is van egy testvérem, például akit örökbe fogadtunk, és nekem semmivel nem tér el az érzéseim vele szemben, mint a többi testvéremmel szemben. És mi ezt jelenti szerintem a nemzet kapcsán is ez a gondolat, hogy a családként tekintünk rá, akkor lehet ahhoz csatlakozni, ha valaki tenni akar érte, ha valaki elfogadja a játékszabályait, és valaki közösséget tud ezzel érezni. A másik fele pedig ennek a pozitív nemzetképnek az, amit szerintem marra nehéz nekünk, akik a 90-es években szocializálódtunk, hogy, meg a 2000-es évektől látjuk, hogy mi történik itt az országban, hogy ez lehet egy ténylegesen sikeres ország, és így pont. És ez tudom, hogy ez ilyen lila, hagymázas dolognak tűnik, meg olyan persze lehet, tehát mindenki ezt mondja, erős és büszke ország vagyunk, de rohadtul nem. A 90-es évek eleje óta elhagytak minket a szlovákok, de messze, a csehek, akiknek egy kiváló rendszerváltás sikerült végigvinniük, sok hibával, és mégis most volt tartanak nézzük meg. A lengyelek, akik azt hiszem, hogy először az egyfőre vetített GDP-ben nem is olyan régen üztek meg minket, a világ történelem során egyébként. Úgyhogy a románok lassan utolérnek minket, úgyhogy ha még nem hagytak meg minket. Úgyhogy igazából így elvesztettük, szerintem néha arra gondolok, hogy a hitünket abban, hogy basszus, igazából lehet ez egy vezető gazdasági ereje egyébként akár Közép-Európának bizonyos szempontból. Úgyhogy ebben van hit, határoz meg minket. Oké, egyébként a vezető gazdaságéről hamarosan kérdezlek, mert a gazdaságpolitika lesz az első témánk, de előtte még szeretnék egy olyan kérdést feltenni, amit egyébként tőlem sokan kérdeznek, amikor a Momentumról kérdeznek, hogy na, mi is ez a Momentum, hogy az ideológiát mentén, mert hogy ez annyira berögződött most itt a magyar ember fejébe, hogy el kell helyezni a dolgokat az ideológiát mentén, neked dönteni kell, hogy a Duna jobb vagy a bal partján állsz. Tehát, hogy az ideológiák mentén hol helyezkedik el a Momentum, liberális, vagy baloldali, vagy konzervatív? Tegyünk már rendet a fejekben, Tamás. A rövid válasz az, hogy sehol. A hosszabb az, hogy mindenkinek találkozom azt, hogy gondoljon bele, hogy ő bizonyos ügyekben hol áll. Mert hogy a Momentumban szerintem nagyon sokféle ember van,
és persze máshol vannak a hangsúlyok, de alapvetően a megoldást azt nem egy ideológia fogja elhozni. Azt gondolom, hogy például a határon túli a ügyében mi egy viszonylag hagyományos értelemben vett jobboldali vagy konzervatív álláspontot veszünk fel. Amikor teljesítményről beszélünk, az megint csak inkább egy kevésbé baloldali, inkább egy jobboldali gondolat alapvetően. Amikor arról beszélünk, hogy egyenlő oktatási színvonalat kell nyújtani minden gyereknek, az is szolidárisnak kell lenni, az egy hagyományosan baloldali érték. Amikor arról beszélünk, hogy nekünk adat az, hogy mindenki megfoghassa a szerelmének kezét az utcán, vagy akár mindenki elvehesse akár férfi-férfi, akár nő-nő, az meg egy liberális érték. És akkor én most így felem tegyen nyugodtan, TGM-től elkezdve az összes filozófiai, magyarországi filozófiai gondolkodó elhelyezhet minket valahol, szóval én nem tudom. Akarnak, jönnek bele valahova, szerintem ez hazugság lenne, ha bármit is állítanánk, mert nem úgy határozza meg az ember magát, hogy kijelöl egy pontot, és aztán mindent ahhoz igazít, szerintem az egy hibás gondolkodás, hanem emberként kell mindenhol viselkedni, és az fog a szegedelre menni. Tehát akkor gondolkodunk inkább, mint hogy ideológiákba passzírozzuk magunkat, tehát egy kicsit erről szól nekem. Így is fogalmazom, igen. Egyébként ez ismerős az a jelenség, ez gondolatáru kapcsolásnak hívom, amikor valaki valamiről gondol valamit, és akkor kötelező, így dominószerűen így minden másról is azt gondolni, amit az adott ideológia, szerint kellene gondolnia. Köszönöm szépen, Tamás. És akkor a gazdaságpolitika, ugye itt tartottunk, nem tudom, valami vitteset mondtam, vagy... Nem. Csak hogy sokat beszélek, bocsánat. Hát de azért hívtunk ide, hogy sokat beszélj, úgyhogy mi ennek örülünk, és hamarosan majd itt Katkára is sor fog kerülni, mert az egészségügyi kapcsán próbáljuk megizzasztani, még annál is jobban, mint amit itt a klíma csinál nekünk. De hogy visszatérve a gazdaságpolitikára, ugye van az egyik oldalon a Fidesz, aki dicsi nuszokat zeng a gazdaságról, nem ők mondták, de hogy a dübörök a gazdaság, miközben ugye nagyon jól tudjuk, hogy a beruházások 95%-a EU-s pénzből valósul meg, és lényegében egy ilyen összeszerelő üzemmé alakítottak át az országot az utóbbi pár évben. Arra van lennék kíváncsi, hogy mit tervez a Momentum a gazdaság átalakításával, milyen gazdaságpolitikai elképzelései vannak a Momentumnak. Igen, sok mindent elmondunk most, amit eddig egyébként még nem, úgyhogy ez egy exkluzív információ is el fognak hangzani valószínűleg, hiszen ahogy mondtuk, hogy október 7-én lesz egy koherens, egybeálló program. Addig ez egy gondolkodási folyamat, és tényleg kiváló közgazdászok gondolkodnak például ezeken is. Ami ilyen alapvetés a programírás kapcsán, az az, hogy például az, hogyha van ez a brain drain nevű fogalom, ami annyit jelent nagyjából, hogy ugye elszívják a magyarországi legjobbakat, mondjuk elmennek külföldre dolgozni, és ott fogják aztán majd termelni a GDP-t, hiszen egyébként az állam nem kínál nekik lehetőséget piaci módokon. És az a hozzáállás, hogy kezdjük rendben, hogyha elszívják az anyag, szívjuk vissza a tudást. Nem szégyen tanulni. Szent Istvánnak sem volt szégyen, nekünk sem az. És azt éppen ezért egyébként például a nyári fesztiválokra kiváló külföldi olyan embereket hívunk el, nem csak csináltak már egy szakterületet, ha úgy tetszik, hanem megcsinálták. Ilyen Észtországból mondjuk e-demokrácia rendszert, köszönöm, kialakító társában résztvevő miniszter, de államtitkár, Finnországból oktatáspolitikusokat próbálunk elhívni, akár Szlovákiából egyébként olyan gazdaságpolitikusokat, akik rengeteget tettek, úgyhogy ez egy alapvetés. Bocsánat, akkor ez itt a reklám helye, itt mondjuk már el, tehát ez július 20-24 között lesz a nyitásfesztivál Bodajkon, ugye? Hogy ha már megemlítettél, akkor... Igen, mindegy, hát volt fesztiválra is sokan mennek Debrecenből, úgyhogy annál közelebb van. Facebook oldalon meg lehet tekinteni, nagyon érdekesnek ígérkezik. Visszaadom a szót. Így van, illetve majd nem sokára azt hiszem, hogy a hét vége felé kikerülnek majd a szakmai programok is, illetve csak a zenei felhozatal valami szintén kiváló. De visszatérve igen, tehát hogy így már rápérődöm a gazdaságra, hogy mi a jelenlegi helyzet? Ugye ezt kell először megnézni. A jelenlegi helyzet az az, hogy a kormánynak van egy ilyen 50 évvel ezelőtti iparosítási szemlélete. És úgy ad pénzt a saját kis oligarcháinak, hogy nem érdekli azoknak a teljesítménye. Én sokkal nyugodtabb lennék, hogy arról beszélnek, hogy nemzeti tőkés osztály. Most mi a nemzeti tőkés osztálynak a lényege? Az, hogy külföldön is sikeres legyen. Az, hogy magas hozzáadott termékük vagy értékű dolgokat állítson elő. És ez egyik sem valósul meg. Hiszen külföldön nem lesz különösebben sikeres a CBA, és nem lesz különösebben sikeres Mészáros Lőn sem. Annak ellenére meg lesz egy SZP foci klubot.
Hát még nem fogadjunk segíteni. Egyébként megjegyzem, Csehország például rendszerváltásra ezt csinálta jól. Ők támogatták a saját vállalkozóiparukat, de nem azokat, akik a legjobban voltak, akik a legjobban multisztak, akik a legjobban tudtak pálinkázni, hanem azokat, akik a legtehetségesebbek voltak. Ugyanúgy lehet ezt persze kritizálni, ezt a nemzetközi osztálynak a kialakítását, de ha már csináljuk, csináljuk jól. Na most ez nem történik meg. És azt gondoljuk, hogyha egy sikeres, most kivételi vállalkozásokról beszélni, hogy gazdaságot akarunk élénkíteni, arra nagyjából három alap pillére lehet építeni. Az egyik az okos állam, a másik az, hogy aktivizáljuk azokat a rejtett erőforrásokat, amelyekkel rendelkezünk, arra pedig az, hogy növeljük a termelékenységet. És hogyan csináljuk ezeket? És mi az, amikor okos államról beszélünk? Ugye manapság nem okos államról szokás beszélni, hanem erős meg büszkéről. Mi elegente lenni már okossal is? Nem gyúrni kell, hanem tanulni. És az a helyzet, hogy most ezeket a vállalkozásokat ugye ténylegesen állami pénzekből, meg EU-s pénzekből növesztjük, dagasztjuk nagyra, ami igazából a jó vállalkozások önmagukban nem igényelnek. Mert ha jó, attól lesz jó egy vállalkozás, és attól lesz, akkor tud az állam segíteni igazán, ha mondjuk leegyszerűsíti az adminisztrációt. Ugye? Magyarország egy ritka állat fel abból a szempontból, hogy jól tudom, az EU-ban az egyik legmagasabb a könyvelők aránya egyébként. Nem meglepő, azért nekem van egy kis vállalkozásom, én nem tudnám egyedül elvégezni és odafigyelni minden egyes változtatásra, éppen nemrég ugye a kamarai tagdíjat vetették be, ami után semmit nem kapok, és egy a folytonos változtatások miatt nem lehet az embernek. De spamet kapsz minden hónapban egy csomót a postaládában. Így van, a BKIK-tól, a Budapesti Ipar kamarától valamiért kapok minden hónapban, és nem lehet leiratkozni róla, ami felháborít, de mindegy, ez már az ombudsman dolga lenne, hogy jelentsem neki. Igen, tehát egy egyszerű adminisztrációra van szükség. Kell egy kiszámítható környezet, ugye ez is annak kapcsán, hogy nem hozunk mondjuk egyfolytában új adókat, új járulékot, nem tehetünk be és így tovább. Illetve alacsonynak kell lennie a környezeti költsége. Most mit jelent ez a gyakorlatban? A Momentum szempontjából, milyen, amit mit változtatnánk első körben, itt nyilván néhány dologról lesz szó, de első körben azt gondolom, hogy az államnak létre kell hoznia egy vállalkozói alkotmányt, ha úgy tetszik. Mit jelent ez? Az, hogy törvényben rögzítjük azt, hogy évente legfeljebb egyszer lehet adóváltoztatásokat vagy szabályozási környezetet változtatni. Azért ez a kiszámíthatóság miatt fontos. Az emberek tudjanak előre tervezni. Egyrésztről legyen egy ilyen éves, egyszeri alkalom, másfelől az államnak kötelessége legyen a szektorban szereplő kis, közepes és nagyvállalkozásokkal konkrétan egyeztetni ezekben a ügyekben. Nem csak álegyeztetéseket kell folytatni, mint ahogy látjuk ugye, ez minden terület végül a cindertől elkezdve, oktatásban, mindenhol csak álegyeztetések van. Harmadrészt pedig az elvárás után, miután az új szabályozási rendszer felállítás után kell egy türelmi időszak, amíg átállnak ezek a vállalkozások. Nem tudom eléggé hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos, hogy egyszerűsítsük ezeket a jó szabályokat. Azt ígérték nekünk, hogy mi volt az, pohárlátét vagy ferelátét alá, tehát tudjuk majd beadni a kisvállalkozások is az adó nyilatkozatainkat, ez nem igaz, ez nem valósult meg. De ez csak a vállalkozások, most amiről beszéltem nyilván. És ami talán az egyik legfontosabb, de mindenki érint az adórendszerek átalakítása. Itt is mondtunk már is a konkrétumot, többek között azt, hogy számunkra vállalhatatlan ez a ilyen perverz egy kulcsos adórendszer, személyi adórendszer, személyi jövedelem adórendszer. Azt gondoljuk, hogy ez ténylegesen legkevésbé szolidális, amennyire lehet. És itt is megint azt látjuk, csak abból vezetjük le, hogy sem a teljesítményt nem segíti, és nem segíti elő, sem pedig nem szolidális senkivel, sem a szegényekkel, sem. És nyilván a rejtett tartékokról is kell beszélni, mi az, amivel beindíthatjuk igazán ezt az országot. Mi az a, milyen hiányosságot látunk mondjuk Kelet-Magyarországon, és milyen hiányosságot látunk Nyugat-Magyarországon. Próbáljuk ezt összeegyeztetni. Kelet-Magyarországon ugye látszik, hogy alapvetően nem a munkaerő hiányban szenved, hanem munka hiányban. Tehát munkaerő kínálat hiányban szenved. Nyugat-Magyarországon fordított a helyzet, hiszen mindenki már Grazban dolgozik, meg Bécsben dolgozik. Ezeket hogyan lehet segíteni? Lehetne ezt segíteni? Ezeken gondolkoznak a szakpolitikai munkacsoportjaink. Mondjuk egy hatalmas, ívű, szociális bérlakásrendszernek a kialakításával Nyugat-Magyarországon. Hogyan lehet segíteni a mobilitást? Milyen közösségi közlekedési módszerekkel lehet segíteni a mobilitást? Ugye mindig egy hosszú témák, most nem akarok belemenni, mert biztos lesz kérdés.
közlekedési rendszerről alkotott elképzeléseitek, mert ott is vannak izgalmas tervek. Mielőtt a közönséghez fordulnék, hogy milyen konkrét kérdéseitek vannak, Andi, téged kérdeznélek, hogy ugye a Momentum országjárása kapcsán volt már egy beszélgetés az itt megjelentekkel, illetve mi azóta itt a Debrecen Alapszervezetben is dolgozunk azon, hogy információt gyűjtsünk a helyiektől arról, hogy hogy is van ez Debrecenben. Milyen vonatkozó ismereteink vannak jelenleg, mik a legnagyobb problémák, megélhetés, gazdaságpolitika témakörében, ami esetleg a Momentum ezen már bemutatott elképzelései választhatnak, vagy ha nem, akkor már is fontos, hogy elhangozzanak, hogy aztán választ adjanak a Momentum október 15-ére elkészülő programjai. Pontosan mondani azt, hogy nagyon sok problémát rögzítettünk már március 15-én. Csak néhányat fogok ismertetni vázlatos jelleggel, de biztos vagyok benne a beszélgetésekben is, és a kérdésekben is fel tudunk előteni még néhány kérdésre kapcsolódni ezekhez. Mindenek előtt, kezdeném az elején, alaphatásnál. Debrecenben is nagy problémát jelent az önkormányzati lakásoknak a száma, ami minimális, ráadásul nehezen hozzáférhető, nehéz elérni pályázat útján valaki bekerüljön ezekbe a lakásokba, és még ha be is kerül, akkor is igen drágának bizonyulnak, legalábbis a megvételük vagy lehetetlen, vagy pedig nagyon nehezen elérhető azok számára, akiknek erre igényük lenne lakhatás szempontjából. És mi történik akkor, ha valakinek nem jut önkormányzati lakás? Ezt szerintem a debreceniek biztosan tudják, lehet még jobban is, mint én, aki már egy ideje nem albérletben lakom. Nagyon magasak az albérleti árak, ugyanis Debrecenben testi árakkal dolgozunk, a kelet-magyarországi fizetések ellenére ezt is bizonyja, mindenki tudja és érzékeli, a Kelet-Magyarországon még mindig sokkal alacsonyabbak a bérek, mint mondjuk a fővárosban vagy nyugat-magyarországi térségben. Ez komoly problémát jelent. Ezen túl ugye említetted a KKV-szektort, én is változásban megtapasztaltam, amiket elmondtál, borzalmas, de érkezett nagyon sok visszajelzés változók részéről egyébként, hogy nagyon nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, nagyon magas a korrupció szintje Debrecenben, és nem csupán korrupcióról van szó, hanem a politikai ismertség alapján kiosztott pályázatok, és ezeknek a megnyerésnek a lehetetlensége gyakorlatilag, hogyha valakinek nincsen megfelelő ismerőse a mostani önkormányzatnál vagy város vezetésnél. Ez komolyan visszaveti a KKV-szektor Debrecen fejlődését legalábbis. Ezen kívül az alkalmazott részről is érkeztek visszajelzések természetesen. Többek között is szerintem talán a legnagyobb problémaként kiemelve a feketén dolgoztatásnak a témakörét, úgymond nagyon sokan jelezték, hogy a munkáltatók nem hajlandó bejegyezni őket, nem hajlandó törvényes szerződést kötni velük. Ez is egyfajta adóterhekre hivatkozó történik meg tulajdonképpen. Értve a másik pontja ennek az, amikor valaki csak minimálbérre hajlandó bejegyezni, annak egyre, hogy mondjuk kézbe több pénzt kap esetleg. Ez is valószínűleg az adórendszer optimalizálásával megoldható probléma lenne. Egy első körben majd a lakhatásnál még lesz. Oké, rendben, köszönöm szépen. Egyébként igen, ez a ismertség alapú pozícióba kerülés, ez szerintem körülbelül aki Debrecenben lakik, ez mindenki számára egy ismert probléma, és borzasztóan idegesítő dolog. Nekem van egy személyes élményem itt pont a közelmúltból, múzeumok éjszakája volt ugye pár nappal ezelőtt Debrecenben, és aki esetleg otthon van abban, hogy mik történtek így az utóbbi időben, mondjuk a Modern tájéken, azt talán tudja, hogy lecserélték a korábbi szervező csapatát a Modernnek, és bekerült oda valakik, nem tudom kik, mi alapján kerültek be oda, és ennek olyan csodálatos eredménye lett, hogy a múzeumok éjszakája, ugye főváros volt Debrecen országosan a múzeumok éjszakán, ehhez képest egy laza 150 méteres sor alakult ki a Modern előtt, mert egy darab jegypénztárat sikerült oda szervezni a Modern elé, ugyanezt történt a Déria Múzeumnál, és a Baltazár Dezső tér pedig, ahol korábban évekig látványos programok voltak, üres volt, konkrétan semmiféle program, zene, vagy bármi gyerekprogram nem volt oda szervezve, biztos nem a tehetségük alapján lettek kinevezve azok, akik ezért a szervezésért felelősek, és elég sok ilyen példa van Debrecenben, hogy nem a tehetség alapján történik a kiválasztás, ami eléggé ellentmond a teljesítmény elvűségnek, ami a Momentumnak az egyik alapvetése. A közönséghez fordulnék, ezt a mikrofont fogom tudni majd oda csempészni valakihez, akinek kérdése lenne bárkihez, aki itt van most a színpadon. Itt elsősorban egyébként Tamás Árgondorok, hogy Momentum gazdaságpolitikai elképzelései, úgyhogy aki jelentkezik, ahhoz eljut a mikrofon. És ne szégyeljünk jelentkezni, mert ugye beszéltem arról, hogy a párbeszéd, ez fontos, ne csak hallgassuk és várjuk, hogy történjenek a dolgok, hanem nyugodtan mondjuk el a véleményünket. Valaki nyújtózkodik a háttérben, azt még nem veszem jelentkezésnek. El is van itt. Köszönöm szépen. Ja, köszönöm szépen. Én Ábrám László vagyok. Valamiképpen
másikat. Ez már ma már tervezemre is így van. Egy értelmes embert alig lehet találni. Egy céget vezetek, tehát tudom, hogy mi van, fölveszik a nevetéket, nagyon jó, valamennyi időt eltölt, és utána azt mondja, hogy hát nem ilyen lovat akartam, mert itt dolgozni kell. Van ilyen is. Persze, hál' Istennek a jó kvalifikált emberekkel nincs ilyen jellegű problémánk. Ugye volt egy megjegyzésed az összeszerelő üzem. Én ettől nagyon óvózkodnék. Az összeszerelő üzem, tudom, hogy ez egy pejoratív dolog, csak magunknak is lehoztam a közgazdát, nem mutatni a gyárban. Mi is összeszerelünk, csak az a probléma, hogy egy tonna elektronikát összeteszünk, az több mint 100 millió forint. Nem mindegy, hogy mit szerelek össze, milyen tudás van benne. Tehát ez inkább a hozzáadott értéke, ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a hozzáadott értéket azt hangsúlyozni, és ne ad magát a tevékenységet. Ez csak tanács. Mi a feltétele a Momentumhoz a beírásnak? Van egy korhatár, végzettség, valamilyen, mit tudom én. Tehát, mert mondhatok, hogy ilyen fölvételi vizsgák mennek, ott mi a kritérium? Ez érdekelne? Illetve még egy kérdésem volna, hogy a gazdasággal kapcsolatban nagyon szép volt az olimpiának a befékezése, ez egy állati jó dolog. Kereg a falnak volna, beledögött volna az ország, hogy ezt így csináljuk. A kérdésem az, hogy pakta kapcsolatban nincs ilyen tervet? Egy nagyon szép hasonlatot mondanék. Idehozták a Paksi atomerőt, annó működik, el vagyunk vele. Igaz, hogy pár évvel ezelőtt egyszer elcseszték, mert aki ezt a boilert ismeri, alulról fűtöm, alulról nyomom bele a vizet, és alulról veszem el, előbb-utóbb fölrobban a boilert. Na pont ugyanezt játszották el, azon a energiai nagy fókuszol közepette. Ez egy gépészmérnök hallgatót, ez egy kiutatón, amikor a kertes blokkal a pihentetőket csinálták. Amit beszállítom, megcsinál a Paksi atomerőmű jóvágyatot, az országos atomenergia bizottságot adott, ez szuper. Csak hát nem. Ilyen gond, hogy teszem, két évig által mindig az apró. A metróval ugyanez volt, idehozták, működött. Most felújították a metrót, hát nem volt egy sikersztori. Nagyon félek, hogy hoznak ide még két blokkot, valószínűleg az sem lesz egy sikersztori, de az kicsit nagyobb gépház zajjal fogják, még több a leáll, mint a múlt van. Tehát én nagyon javasolnám, hogy ezeket a dolgokat konkrétan szedjétek össze, és erre indítsatok meg. Ma, ha nem lesz szétnéz a világban, nem az atomenergia az egyetlen jó megoldás. Nem félek tőlem, eddig is nem. Tehát nem ilyen problémák van, hanem elkötelezzük magunkat egy ITA beruházással. El fog csúszni a költségvetési elmélet, ezt nagyon-nagyon forrón javasolnám nektek. És hát itt még azért lenne egy kis probléma. László, csak bocsánat, nagyon fontos témát érintett, szerintem vagyunk, hogy megválaszolni, és akkor bocsánat. A négy barakkal le, mert ha jól számolt, a négy témát is beindult vagy segíthetünk megtalálni. Tamás. Az egyik része, hogy nem említettem egy kérdés, hogy ez már csak tisztázik, ez tényleg fontos distinció. Én említettem, én voltam, igen. És köszönöm hozzátett egyébként. Igen, vannak olyan bevett fordulatai az ellenzéki politikának, ami nem röcs. Ilyen az például, amikor ilyet emlegetnek, hiszen lehet egy magas hozzáadott értékű összerelő üzem is. De az egyik pont. A másik, amire reagálnék a Paks 2-es vonalra, annak kapcsán ugye vannak népszavazási kezdeményezések, az LMT nyújtotta be őket, és mi azt, amikor ők bejutották, már akkor jeleztük, hogy mi bármikor szívesen támogatjuk ezt, amennyiben ez a konstrukció, ezt a konstrukciót fogja megakadályozni. Ez a konstrukció alatt az orosz hitelből épített, oroszok által épített atomerőművet értettük. Alapvetően mi nem vagyunk atomenergia ellenesek, jelenleg egyébként semmiféle egy energiapolitikus sem állítja azt, hogy megoldható lenne rövid időn belül Magyarország energiaellátása a Paks 1 nélkül. Szerencsére van még 10 évünk nagyjából a Paks 1-nek a blokkjainak a lejáratáig, addig sok mindenbe lehetne gondolkodni, nem kéne egy ilyen gigaberuhállás, ebben abszolút egyetértünk. Úgyhogy mi mindent meg fogunk tenni, hogy megakadályozzuk ezt az orosz konstrukciót. Kevés az erőforrásunk erre, nem az erőforrásunk, a lehetőségünk van, kevés az eszközünk erre, de akár más pártokkal is ügyek mentén együttműködni meg fogjuk ezt tenni. Volt még kérdés a... Egy kérdés vonatkozott a tagsági kritériumok, igen, a belépésről, hogy ki léphet, de ki nem, milyennek a procedúrája. Szerencsére számunkra nagyon kedvezően alakult az olimpia kampány után, mivel ahogyan Tamás is mondta, óriási érdeklődés volt a Momentumban való taggá válás iránt.
Ugye gyakran megkaptuk az ikrikát, ennél talán még mindig megkapjuk, hogy mi egy ilyen fiatal belvárosi budapesti párt vagyunk. Szerencsére ez már egyáltalán nem igaz. Szóval nekünk célunk volt az, hogy az összes társadalmi réteget lefedjük éppen ezért. Semmilyen kritérium nincsen, hogy bizonyos életkor fölött nem lehet, bizonyos település méret alatt nem érdeklődünk alapszervezet alapítása iránt, tehát hogy mindenkit alapvetően szívesen várunk. Nálunk az a felvételi eljárásnak a menete, hogy van egy személyes beszélgetés, ami alapvetően azt célozza, hogy a jelentkezőnek a helyét minél jobban megtaláljuk az alapszervezetben, meghallgassuk a véleményét, hogy mit csinál szívesen, ő is tudjon minket kérdezni arról, hiszen ugye, ahogyan mondtátok korábban is, a legtöbb tagunk nem politizált még sohasem, nem tudja, mit csinál egy párt vagy egy alapszervezet. Az interjú az pont arra van, hogy erről tudjon informálódni. Meg persze ugye azt is látjuk, hogy megvan az összhang. Ő tényleg hozzánk szeretne belépni, szimpatikusak vagyunk neki, és kölcsönösen. És ezt követően elviráljuk őket, és ugye ez a taggálvállásnak a folyamata. Az alapszabályunk két kritériumot említ, ami kizáró a taggálvállásban, ez a nyíres keresztes pártjában az MSZMP-nek a tagsága. Vagy volt tagsága, szóval sajnos ilyen embereket nem tudom felvenni, viszont mindenki másra nyitottak vagyunk, akik közösséget vállalunk és szeretném az emberítni. Illetve ugye a kettős pártagságot sem támogatja a Momentum, tehát nyilván, hogy még MSZP-s és Fideszes is emellett, és még a Momentumban is szeretne belépni, az kevésbé támogatjuk. Én annyival egészíteném ki, csak pont itt a látótér teljesen ki van takarva elnézésére, hogy az értékekről beszélgetünk, én is folytattam ilyen felvételi interjút, az értékekről beszélgetünk azzal, aki jön. Tehát nem a tudást vagy a végzettséget nézzük, mert sokféle ember van szükség, és sokféle munkát el kell végezni ebben a pártban, hanem az értékeket nézzük, hogy mennyire passzolnak a Momentum értékeivel, és ez egy kölcsönös párbeszéd ez a felvételi interjú, és kiderül annak számára is, aki jön, hogy hát én ilyen lovat akartam, vagy nem ilyen lovat akartam, én ebbe a pártba akarok belépni, vagy nem. Ő is dönthet erről közben, és a Momentum is fenntartja ezt a döntési jogot. Megválaszoltuk a kérdéseket? Többé-kevésbé, László? Köszönöm szépen. Van-e valakinek még gazdasági ügyekben kérdése? Rengeteg témák van még, úgyhogy lehetséges, hogy inkább robogunk tovább. Egészségügy, Katka, hozzád fordulok. Röviden kérdezlek, mi a jelenlegi helyzet? A Tamás még így mutatja be, és ez nagyon tetszik nekem, hogy mi a jelenlegi állapot, és ahhoz képest mit tervez a Momentum egészségügyi témakörében? Hát ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy mi az egészségügy legnagyobb gondja, hogy az egészségügy beteg, az egészségügy tele van problémákkal. Számomra az egészségügy legkomolyabb problémája az, hogy egy magyar embernek sokkal nagyobb esélye van idő előtt meghalni, illetve olyan betegségek miatt meghalni, mert az embereknek nem lenne szabad meghalni a 21. században. Az Eurostat adatai alapján 2016-ban az összes haláleset 41%-a az elkerülhető halálok közé sorolható. Ez azt jelenti, hogy vagy olyan betegségek, amiket amúgy ki lehetne szűrni, meg lehetne előzni, vagy pedig olyan betegségek, amiket meg lehetne gyógyítani, hogyha a rendszer jól működne. Tehát, hogy szerintem ez egy brutálisan magas szám. Mert mindenki belegondolhat, és hogy ez a legfőbb problémája az egészségügynek, hogy a betegek nem a betegek érdekeit szolgálja, hogy egy magyar ember kevesebb gyógyulási esélyen bír, mint egy osztrák ember. Természetesen ezer más gond van még így emellett, de hogy szerintem ez a legkomolyabb probléma, amivel foglalkoznunk kell. És természetesen ennek köze van ahhoz, hogy az egészségügy brutálisan forrás hiányos. Momentum elképzelései alapján mi 350 milliárd forinttal szeretnénk az egészségügyi büdzsét emelni, mivel majdnem 2%-kal vagyunk lemaradva az OECD átlagtól az egészségügyre fordított költség tekintetében. Ha valamire nem költünk, az nyilvánvalóan nem fog működni. Illetve sajnos én orvosként dolgozom, most egy ügyeletbe jöttem, a mindennapi gyakorlatban is, illetve a szakpolitikai munka során is azt látom, hogy sajnos a jelenlegi egészségügyi rendszer az teljesen el van szakadva a betegektől. Csak példának mondom, a kórházak sokkal több finanszírozást kapnak, hogyha egy páciensnél mondjuk egy nagy, invazív beavatkozást végeznek, akire mondjuk felvágják a hasát, amikor mondjuk meg lehetne oldani egy egyszerű, gyorsabb, laparoszkópos műtéttel, aminek az egyiknek a felépülése mondjuk 6 nap, plusz még utána otthon egy hónap, vagy a másiknek pedig 2 nap, és utána hazamehet és vissza lehet dolgozni. Jelenlegi egészségügyi financiális ösztönzők nem arra mutatnak, hogy a páciensek a legjobb és legkorszerűbb ellátást kapják. Mi ezen szeretnénk változtatni,
az ösztönzőrendszert jobban a korszerű protokollokba szeretnék igazítani, tehát egyáltalán azt szeretnék, hogy legyenek protokollok. Mivel sajnos a legtöbb szakmában jelenleg nincsen meg az ellátásnak a menete meghatározva, eléggé ilyen hasraütésszerűen, vagy így szoktuk alapján gyógyítanak a magyar kórházakban, ami hát ugye látjuk, hogy hova vezet. Mi szeretnék egy korszerű egészségügyet, szeretnék egy elérhető egészségügyet, hiszen ugye mondjuk Debrecenben ez nem probléma valószínűleg, hiszen az egyik legjobb kórház az országban itt van, de biztos mindenki hallott már számos kis településről, ahol mondjuk nincs orvos. Vagy mondjuk van egy házi orvos, de nincsen szakorvos. Mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek jogában áll a lakhelyhez közel igénybe venni akár szakorvosi ellátást is, hogy ne kelljen egy alapvetően egyszerű beavatkozás miatt kórházba feküdnie. Erre milyen elképzelések vannak, hogy ezt a hogyan nyáról tudsz-e nekünk esetleg már mesélni? Mivel mi azt gondoljuk, hogy ez egy alapjog, hogy az egészségügyi ellátás ott, ahol az embernek kell érhető legyen, ezért szeretnék átalakítani a jelenlegi házi orvosi rendszernek a struktúráját. Tehát ugye most nagyjából úgy néz ki a rendszer, hogy van egy falu, van ott egy házi orvos, vagy egy központnak van egy házi orvosa, a fiú utazgat. Mi szeretnénk a csoportpraxis elnevezésű rendszerre átállni, vagy legalábbis ezt így bedobni a közbeszédbe is, hogyha ezt tettük a szakmának, illetve a pácienseknek, akkor ezt tovább vinni. Ez alapvetően úgy néznek ki, hogy kb. 25 ezer lakosra lenne egy egészségügyi úgynevezett centrum, ahol elérhető lenne egyrészt a házi orvosi ellátás, másrészt pedig szakorvosi ellátás, tehát hogy lenne egy nap, amikor rendben a belgyógyász, egy nap, amikor rendben a nőgyógyász, és ez lehet, hogy Debrecenben itt ezt tényleg oké, elmegy az SZTK-ba, ez így van, de a legtöbb helyen az akkor jut el a páciens szakorvos, hogy behoz a kórházba. Tehát éppen ezért egy ilyen kis térségi centralizáció alapján szeretnénk elosztani ezt a korpusi járóbeteg ellátás keretein belül. Illetve a másik dolog, amit nagyon fontosnak tartanám, hogy az egynapos sebészeti beavatkozásokra sokkal jobb hangsúlyt kellene fektetni. És ez nem csak kórházi kereteken belül, hanem akár járóbeteg ellátás keretében is. De beszélsz meg, mi az az egynapos sebészet? Az egynapos sebészet, ahogyan a neve is mutatja, olyan műtétek, amik olyan gyors, egyszerű, korszerű procedúrával működnek, hogy gyakorlatilag reggel elmegy a páciens, hogy mondjuk egy mészányműtétet szeretne végeztetni mondjuk egy méhnyakrák szűrés eltérés kapcsán, és akkor ő oda reggel, megműtik, pihen a pihenőben, figyelik még az őrzőben is, hanem este hazamegy. Tehát, hogy nem alszik bent. De ezt lehet csinálni, szakmailag tudjuk, akkor ezt miért nem így csináljuk? Ez drága? Vagy miért? Egyrésztről a kórházak jelenleg ellenösztönöző vannak, illetve másrésztről, hogy a legtöbb régiós központban, mondjuk a régiós járóbeteg ellátásban nem elérhető például ilyen műtő. Tehát, hogy nincs meg ennek az eszközparkja, nincs meg ehhez orvos. Éppen ezért, hogy be kell menni a kórházba, be kell feküdni a kórházba, ott a kórházban sokszor, amit korábban említettem a finanszírozás kapcsán, nem mindig az az eljárás van a legjobban finanszírozva, ami a betegeknek a legnagyobb érdekét szolgálja, a gyors felépülés és a gyors hazamenetelt. Tehát ezek az egészségügyi centrumok, amit a csoportpraxisnál említettél, akár képesek lehetnének ilyen rövid egynapos sebészeti beavatkozásokra is? Ez lenne a célunk, igen. Tehát hogy az lenne a célunk, hogy csak az férjen olyan kórházba, aki tényleg nagyon beteg. Mert tényleg be kell feküdni, és ez mindenképpen kerüljön be, és kapja meg az ellátást. De hogy ne fektessünk be senkit azért belgyászatra egy hétre, hogy beállítsuk a vérnyomását, amikor ezt könnyen el lehet intézni egy sima járóbeteg ellátás keretén belül, és akkor nem marad ki a munkából, nem hagyja ott a családját, nem kell látogatni, mindenkinek sokkal jobb, hogyha a lakás lakhelyéhez közel, gyorsan, egyszerűen, modernen és korszerűen lássák el. Ugye a jelenlegi rendszer az teljesen így viszik. Említetted ezt a 350 milliárd forintot, egészen biztos, hogy benne, hogy aki itt ült, valakinek biztos a fejével felmerül, de hát honnan lesz erre pénz? Tehát ugye ez egy gyakran biztos megkapjátok ezt a kérdést, nem tudom, hogy erre van elképzelés. Természetesen az, hogy a különböző szektorok közötti forrásallokációnak meg kell változnia, az teljesen egyértelmű, hogy jelenleg a rendszernek a prioritása alapvetően rossz. Ugye olyan beruházásokra költünk, amik egyrésztről látványberuházások, másrésztről akár különböző korrupciós érdekeket szolgálnak, illetve korszerűtlen struktúrákat tartanak fent. Nyilván az egész állami költési rendszer, tehát kell struktúrálni ahhoz, hogy olyan szektorba menjen a pénz, amit mi a jövőnk szempontjából fontosabbnak tartunk. Ilyen az egészségügy, ilyen az oktatás, és lehet, hogy valóban nem kell ennyi pénzt költeni a stadionépítésre, vagy mondjuk a látványsportok finanszírozására, nem kell úszó VB-t rendezni,
illetve hát ugye még rengeteg mozgást ér a rendszerben, hiszen én mindenki nagyjából, aki olvas híreket, az tudja, hogy igen, bár egyébként ez egy elég szomorú dolog, mert a közgondolkodásban, mint ahogy egyébként László nagyon jól rámutatott, hogy már átfordultunk, és most már nem munkanélküliség van, sok helyen munkaerőhiány, de a közgondolkodás lassan változik, és nagyon sokan még mindig azt mondják, hogy a munkanélküliség van, és valahogy hasonló van ezzel a pénzzel is, hogy hát nincs pénz, mindig azt mondjuk, hogy nincs pénz. Tavaly, nem tudom a pontos összeget, de 1 000 milliárd forint. Ott meghaladó összegről döntött a kormány az utolsó néhány hétben kormányrendelettel, pusztán azért, mert több volt a költségvetés bevétele, mint tervezték, de a hiányt már megígértük az Európai Uniónak, hogy mindössze, tehát 2%-os hiány lesz, ugye elkezd költeni a pénzt, és ilyen hasraütésszerűen pár hét alatt kiszórtak kb. 1 000 milliárd forint körül összeget. Itt 350 milliárdról beszélünk, tehát őrületes összegekről van szó, amik nem jó helyre mennek. Illetve nincsenek jól elköltve, tehát hogy mondjuk, ha valaki egészségügyi témában cikkeket olvas, akkor sokszor felmerül az, hogy több biztosítós rendszer, így meg úgy, hány biztosító legyen. Nekünk alapvetően az elképzelésünk, hogy van jelenleg egy biztosítónk, az OEP, ami nem biztosítóként dolgozik. Úgyhogy jelenleg azt kell, hogy a meglevő struktúrákat megjavítani, nem az, hogy létrehozni 10 másikat, ami esetleg jó, hanem azt kellene beindítani, ami a jelenleg is már megvan. Mi azt gondoljuk, hogy nem kell mindent a sarkából kiforgatni, és nem kell egy ilyen teljesen radikális átalakításokat meghúzni, amikbe lehet, hogy emberek halnak, hanem ezt el kell érni azt, hogy a jelenlegi rendszer funkcionáljon, hogy a biztosító mondjuk ne vegyen szolgáltatást minden kórháztól, akármennyire hatékonytalan, akármennyire utálják a betegek, akármennyire rosszak a mortalitás mutatói, kezdjen el biztosítóként fellépni. És ugyanakkor, ez most egy nagyon fontos dolog még, amit mindenképpen el akartam mondani, mi azt gondoljuk, hogy a betegeknek joguk van hozzáférni az egészségügyi közadatokhoz. Tehát például, hogy láthassák azt, hogy milyen a bizonyos kórháznak hálózási statisztikái, milyen a beteg elégedettség, hogy ezt mérjék például. Kérdezzék meg a beteget, hogy ön mit gondol? Mit gondol erről az ellátásról? Erről az ambulanciáról sokat kellett várni? Például. És ezeket a véleményeket olvassák el és forgassák be a kórházaknak a finanszírozásra például. Itt ülünk ezen a helyen, hogyha itt a kiszolgálás nem jó, akkor előbb-utóbb ide nem jön senki, és ez a hely bezárna. Szerencsére jól működik, tehát valószínűleg ez egy jó hely. De az állami egészségében semmi ilyesmi visszacsatolás nincsen. Valaki nem dolgozik jól, valaki a betegek elégedettségét nem szolgálja meg, az semmilyen konzekvenciával nem jár, és ezen változtatni. Tehát az OEP egyfajta megrendelőként működne ebben az esetben, és nem érné, hogy az a megrendelt szolgáltatás, amit ő kér, az megkapja a beteg? Hát egy biztosító alapvetően ezt csinálja. Tehát nyilván nem azt mondom, hogy akkor valaki egyáltalán ne adjon neki pénzt, csak az, hogy legyenek elvárásai az OEP-nek például. És nézzék meg, hogy a betegek elégedettek-e azzal az ellátással, amit kapnak. Nyilván sok más szempont is legyen biztosítva, de lépjünk fel határozottan. Világos, mert ez mondjuk nem a kórház bezárásához, de mondjuk a kórház vezetőinek a számon kérésére simán vezetett. És az, hogy legyen egy menedzsment szemlélet igen is a kórházak vezetésében, ne legyen az, hogyha mondjuk valaki túlkölti a büdzséjét minden évben, akkor utána az állam szépen kipótolja. Hanem legyen az, hogy mint minden normális cégnél az ilyen vezetőt vonják felelősségre, és esetleg valakit nevezzenek ki, aki rendelkezik azokra a menedzsment képességekkel, hogy egy nagy vállalatot vagy egy kórházat tudjon vezetni. Okay. Rendben, nagyon sok mindent mondták, akkor köszönöm szépen, nézek közben az órára, úgyhogy Andi, hozzád fordulok. Tényleg ennyire jó a helyzet Debrecenben? Mert az való igaz, hogy nagyon büszkék vagyunk a klinikánkra, illetve a kórházi ellátásra. Mi a tapasztalat a debreceni emberek, debreceni polgároknak a visszajelzéséből? Igen, próbáltam figyelni és közben jegyzetelni fel, hogy miért szólok hozzá, mi az, ami nem működik jól Debrecenben. Szerintem rövidebben az, hogy mi az, ami jól működik. De megpróbálok azért egy nagyjából listát szolgáltatni. Elmondott, hogy ugye STK szakember is Debrecenben valószínűleg jól működik. Igen, de a várólisták nagyjából 1-2-3-6 hónaposak lehetnek. Ami szerintem egy komoly probléma, és biztosan sokat találkoztak vele itt a nézők hallgatók sorában is. Ezért nem annyira mindegy, hogy mikor kerül be az ember. Ugyanígy például a szakorvosi rendeléseken előfordul, hogy valaki mondjuk vidékről felutazik a klinikákra, és ott kell nézni be, és mondjuk egy 20 perces szakvizsgálatról lenne szó, szóval, amiért az egész napja elmegy, mert várakozik hosszú-hosszú órákon keresztül, és akkor ez csak egy egyszerű vizsgálat volt, semmi komplex, mondjuk még röngyelmel összekötve. És ezt gondolom, akkor országosan is megfigyelhető. Na, hát itt is vannak ilyenek, úgyhogy ezt tudok kapcsolódni. Ezen kívül, ami a városnak talán a specialitása, bárhol országosan is vannak gondok, az informatikai rendszernek az összekötöttsége. Tulajdonképpen az adatok nem annyira átjárhatóak egyik rendszerből a másikba, ezért aztán nincs egy olyan központi adatbázis, ahonnan lekérhetők a betegek adatai.
mit jelent ez? Azt jelenti, hogy különböző papír alapú hordozókon kell vinni a betegeknek az adatait egyik orvostól a másikig, már azt megkapják, megtartják, megtalálják. És ha nem, akkor nem biztos, hogy benne lesz. Nagyon is ezt lehet tapasztalni. Ezen kívül, amiről még beszéltetek nekünk március 15-én, amikor felvettük a problémáknak az első oldalját tulajdonképpen, az orvos-beteg viszonylag az alakulása, tehát megmutattad is, hogy ezen is érdemes lenne alakítani, javítani az orvos kommunikációt nagyon komolyan lenni. Ehhez kapcsolódóan egyébként a tájékoztatás hiánya is megjelenik, mint jelentős probléma, az emberek nem tudják, hogy kihez és mivel érdemes fordulni. Ez megnehezíti egyébként azt is, hogy fenntartható legyen maga a rendelés, hiszen ha valaki megy a sürgősségi rendben akármilyen jellegű ügyel, így is foglalkozni kell vele. Legalábbis amennyire én tudom, orvos ismerősökről nem tehetjük meg, hogy csak úgy elküldik az ember nyilván. Persze.